Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Stúdió KB július 17-ei adását látják. Heti hírműsorunkban beszámolunk a július 10-én Nagy Esztergáron felavatott mini bölcsöde ünnepélyes átadásáról, valamint ellátogatunk a július 11-ei reguli fesztiválra, melynek a Barátság Park adott otthont. A továbbiakban a Művelődési Ház nyári Zagyva táborába és a július 28-ai Kalandos Kedre invitáljuk Önöket, melynek úti célja igazi különlegesség, a bakonyosztopi bauxitbánya látogatása. Műsorunk végén stúdióbeszélgetést láthatnak Ottó Péter polgármesterrel, aki a június 22-i és a július 9-i képviselőtestületi ülésekről ad részletes tájékoztatást. Magazinműsorunkban a Nagy Esztergári mini bölcsöde átadásán készített teljes felvételünket vetítjük. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk! Felhívjuk a tisztelt városlakók figyelmét, hogy Zircváros önkormányzata tervezett beruházásainak keretein belül július 27-én megkezdődnek a Zirc Alkotmány utcai áruház mögötti parkoló építés munkálatai. Kérjük az érintett területen folyamatosan parkoló gépjárművek tulajdonosait, használóit, hogy a fenti kezdési időpontig, valamint a kivitelezés ideje alatt gépjárműveiket szíveskedjenek a város egyéb területein elhelyezni. A parkoló kialakítása szakaszosan történik, így annak használati lehetősége a kivitelezés ütemében folyamatosan változik, melyre kérjük legyenek figyelemmel. A tervezett 62 darab parkoló elkészülte után lényegesen komfortosabbá válik a városközpont ezen részének parkolási lehetősége. Ennek figyelembevételével kérjük a közlekedők megértését és türelmét. Egyre látványosabbak a fejlesztések városunkban, amelynek részét képezi a kerékpárút is, ami mindenképpen egy új színfoltját fogja jelenteni Zircnek. Hogyan tervezték ezt meg, mi volt az előzetes koncepció ezzel kapcsolatban? Igen, én is úgy gondolom most, hogyha valaki végig próbál menni autóval, mondjuk nehézkesebb, gyalogosan a városban, akkor azt látja, hogy itt is dolgoznak, ott is csinálnak valamit, amott is elkezdődött valami. Hogyha minden folyamatban lévő, illetve már kivitelezői szerződéssel rendelkezés a közeljövőben elinduló beruházás értéket figyelembe veszünk, akkor úgy gondolom, hogy közel 1 milliárd forintos nagyságrend, amiről jelen pillanatban most a fizikai megvalósulás szempontjából beszélhetünk. Ezek közül költség tekintetében a legjelentősebb egyébként az IEC és Kardoskét között közelmúltban elindult gyalogos kerékpárút beruházásnak a nagyságrendje. Ez önmagában nettó 320 millió forintos beruházás, amely ugye a közlekedésfejlesztési projektünknek a keretében valósul meg. Ennek még több eleme, többek között az Alkotmány utcai fejlesztés, illetőleg az elinduló gyalogátkelőhelyek, buszöblök, buszpályaudvarnak a fejlesztése. Mindent egybevetve azt lehet látni, hogy az elnyert támogatási összegek megvalósításához kevésnek bizonyult. Ezt láttuk már egyébként az év elején, amikor többet támogatási igényt nyújtottunk be a projekt megvalósíthatósága érdekében. A napokban született meg az a kormányhatározat, amely kérelmünknek megfelelően 74,6 millió forintos többlet támogatásba részesítette a projektet, így a teljes projekt összköltsége az bőven fél milliárd forintot meghaladó nagyságrendű. Kardoskét felé épülő kerékpárút egy régi elképzelés és egy régi terve már a városnak.
hosszas előkészületekre volt szükség ahhoz, hogy eljussunk gyakorlatilag a kivitelezés szakaszába, és egyértelmű az is, hogy sokak számára ilyenkor válik nyilvánvalóvá, hogy ért, akkor valami elindul, meg akkor valami megépül, és akkor felmerülnek a kérdések, hogy de miért erre, miért nem arra, miért így, miért nem úgy. Azt látni kell, hogy itt a előkészítés során nagyon sok olyan szempontot kellett figyelembe venni, amely egyrészt a nyomvonalat meghatározta. Itt talán az egyik legfontosabb dolog az az, hogy a országos területrendezési tervben jelölt Győr-Balaton kerékpárútnak a nyomvonalához szerettük volna illeszteni az elképzelésünket. Fontos volt az, hogy a Kardoskét városrész a 82-es főúton felül egy ilyen közlekedési felülettel legyen összekötve a várossal, ahol a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságosan tudnak eljutni a városközpontba. Ugye jelen pillanatban azt látjuk, hogy ha gyalogosan közlekedik valaki, akkor vagy a 82-es útnak helyenként szalagkorláttal korlátozott szakaszai mellett próbál eljutni, jobb időben esetlegesen a hosszú rétnek a igénybevételével. Egyik sem nevezhető igazából ideális megoldásnak. Harmadrészt nagyon fontos dolog volt az is, hogy az ipari park területe, ami most ugye fejlesztése megkezdődik önkormányzati tulajdonban lévő területen, a meglévő ipari park területe, illetőleg utolsóként említem, de úgy gondolom, hogy lehetett volna ezzel kezdeni a sort, szakképzőiskolának a tanműhelye is biztonságosan megközelíthetővé váljon. Úgyhogy itt voltak olyan csomópontok, amelyeket mindenféleképpen szerettünk volna összekötni a nyomvonallal. Bonyolította az a helyzetet, hogy a már meglévő, kiépített, akár vasúti, akár a 82-es főútnak a infrastruktúrája, de akár a Cuha-patakot is idevehetjük, mind olyan vonalvezetésűek, amelyek helyenként szintén meglehetősen szűk mesdjére szorították a tervezhető nyomvonalnak az irányát. A lényeg az az, hogy mindent egybevetve alakult ki ez a nyomvonal tervezet, amely két vasúti átjárót, egy 82-es főúton való átkelési szakaszt is tartalmaz, és úgy jut el Kardoskéten egyébként a kevésbé beépített oldalon, ahol inkább volt lehetőség a kerékpárút nyomvonalának elhelyezésére, egészen fel a kemping területéig. Bízunk benne, hogy itt évvége környékén már majd használhatóvá is válik ez a új közlekedési felület. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatását, és további jó munkát kívánok. És köszönöm szépen a lehetőséget. Nagy Esznergár község önkormányzata pályázat keretében a foglalkoztatás és az életminőség javítása érdekében családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére nyert támogatást. A projekt címe a nagyesztergári Fészek német nemzetiségi óvoda mini bölcsödéjének kialakítása. Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 46,5 millió forint volt. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100%-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében. 19 és 20-ban 120 milliárdot forint fordítunk bölcsődei fejlesztésre. 758 településen van ma már Magyarországon a 3200 önkormányzatból, tehát minden ötödikben található bölcsöde, és legutóbb 4800 férőhelyel bővítettük. Ebbe tartozik az önök áldozatos munkája is, amihez így én csak részben láttam, ahogy bejöttem. Gratulálok! A projekt fő célja a településen élő kisgyermekes szülők munkaerőpiaci visszatérésének elősegítése, amellyel a női foglalkoztatás javul a faluban. Azon települések, amelyek figyelnek a faluban élők életminőségének javulására, életképesek maradnak, és vonzóak a más településről érkezők számára. Nagy Esztergár egy élhető, családbarát településképpen rendelkező falu kíván lenni,
amely ide vonza azokat a fiatal párokat is, akik ezután gondolnak a gyermekvállalásra. Ezáltal a falu lakosság száma emelkedő tendencia felé fordul. Csak akkor tudunk fejlődni és haladni, no meg megmaradni szép kis faluvá, hogyha a jövőre gondolunk, és a fiatalokra, akik tovább fogják vinni azt a történemet, amit elindult 750 évvel ezelőtt. Úgyhogy mi ezért is próbálunk mindig a legkisebbekkel foglalkozni, és akkor ebből fejleszteni fel a falunk lélekszámát. Mi német nemzetiségi óvoda vagyunk, tehát azt tudni kell a faluról, hogy sváb származású lakosai nagy arányban vannak. Van német nemzetiségi önkormányzatunk, amely nagyon jól működik, és ez miatt mi egy kicsit pluszot is tudunk adni, nem csak azt, amit az általános és önkormányzati fenntartású óvodák, ezért szeretnek is bennünket, és jönnek hozzánk a családok. És ami még nagy öröm számunkra, hogy Nagy Esztergáron nagyon kelendőek lettek az ingatlanok, nagyon sok fiatal család jön Veszprém, Zircről is jönnek ki a fiatalok hozzánk, úgyhogy, és hozzák a gyerekeiket. Fontos, hogy ezen családok életminősége sokat javul, amely a gyermekük ellátásának magasabb színvonalát biztosítja. A mini bölcsöde elindulásával a nemzetiségi óvoda létszáma is növekszik, és eléri a 35 fő óvodást a fenntartási időszakban. A bölcsődei ellátás nem csak munkavégzés miatt igényelhető, hanem a gyermekek egészséges fejlődése érdekében is, melyet fontos szempontnak tartanak. Ezen kívül ez egy új, majdnem azt mondtam, hogy találmány, egy új lehetőség, a mini bölcsöde. Ahol erre igény van, ott az állam biztosítja ennek a fejlesztését. Általában ezt óvodákhoz egybe kapcsolva történik maga a beruházás, és ahol igény van, ott 8 főig egy úgynevezett mini bölcsődét létre lehet hozni. Az épület átalakításával egy több mint 57 négyzetméteres mini bölcsődei rész alakult ki, és mellette még 43 négyzetméteres más funkciójú épületrész, melegítő konyha, sószoba felújítása is megtörtént. A bölcsődei ellátás biztosításához 2 fő felvételével a foglalkoztatotti létszám is emelkedett. A beruházás során beszerzett eszközök, berendezési tárgyak, környezetbarát anyagokból készültek, és a játékoknál fontos, hogy a kisgyermek értelmi, érzelmi és testi fejlődését szolgálja. A korszerű melegítő konyha és az ide beszerzett eszközök energiatakarékosak, amelyek elősegítik a működési költségek csökkenését is az intézményben. A munka még ma sem állt meg, hamarosan elkészül az udvari játéktárolónk, a bölcsödei játszóudvar esztétikus elválasztása, kialakítása is. A tervezett beruházás hozzájárul a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez a bölcsödei ellátás mini bölcsöde kialakításával. A 750 éves ünnepi évforduló alkalmából 7 új parkolóhelyet avattak fel a településen átvezető útszakaszon. Ez a közeljövőben plusz 7 helyjel bővülni is fog, valamint a Magyar Falu program pályázatán orvosi eszköz vásárlásra és bútorzat cserére is nyert támogatást Nagy Esztergár község önkormányzata. ...2019-2020-ban névadója születésének a 200. évfordulóját ünnepli a Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház. Pontosabban 2020. július 11-én már a 201. születésnapra került sor, de az emlékév augusztus 23-áig tart. A július 11-i rendezvényt a Barátság Parkban családias hangulatban rendezték meg, amelyre szeretettel hívtak és vártak minden érdeklődőt. A programot az Ircvárosi Vegyes Kórus nyitotta meg, majd a jelenlévők Palócföldről hallhattak előadást. A világzenét játszó Holdal a nap zenekar koncertjével és tábortűzzel zárult a családi nap, melyen hennával hanti és manysi motívumokat is tetováltathattak magukra a vendégek, és többek közt kipróbálhatták a finnugor kugli játékot, a mölkit is. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Beigazítsad jól a lábot, tűz farsangja, hogy már járok, ajdanadaj!
Jánosnak, atyám fia, Nazareté az apám fia. Don't
Köszönjük szépen, Misa! A játékot, a Furulya játékot és az éneket is. Mondhatnám, hogy tudatos szervezés volt, azt hiszem sikerült az egyetlen hangszert kiválasztani, amit lehetett ebbe a szélbe hallani, úgyhogy... Ezt tulajdonképpen krákogásnak is felfoghattuk volna, ezt a kis gitárfutamot, mert akkor nagy örömmel konferálom föl a Holdalanap zenekart, akik a Covid ugyanúgy keresztül húzta az ő életüket is, mint ahogy említettük, hogy mindenkiét, úgyhogy a hosszú bezártság, ami csak félig volt bezártság, mert az interneten folyamatosan énekeltek, az első élő koncertjük a vírus után, úgyhogy itt fog elszabadulni az összes eddig bezárt energia a palackból, úgyhogy mindenki egyezze a cipőtalpát és kezdjük a táncot, azt hiszem. Úgyhogy át is adom Gulyás Annának a mikrofont és az egész csapatnak, úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok. Igen, szóval elmondhatatlanul hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Tavaly is nagyszerű volt nekünk itt veletek. Nincs, bizony, nincs olyan hegy, mint Zirc és ez a barátságpart, ahol a lélek így megmelegszik, és ahol a tavalyi évben olyan jót csemeltünk távoli rokonainkkal, és máig a szívünkben él, és a fejünkben az a szó, hogy jam-jam, sekjam. Ugye? Mindenki tudja, mit jelent? Mi egy ideig csak úgy mondogattuk egymásnak, hogy jam-jam, sekjam. Aztán eszembe jutott, hogy írok az Eszternek, hogy mit is mondogatunk. Mindenki tudja, ez mit jelent? Nem. Na akkor valaki szakértőt szeretnék a kedves házigazdák közül kérni. Mert ugye mi nem tudtuk, de aztán megtudtuk, hogy ez azt jelenti, hogy... Jó, jó, nagyon jó. És milyen nyelven? Északi Hanti nyelvjárásban. Na tehát, szóval kiáltsuk együtt, nagyon köszönjük ezt, kiáltsuk együtt Északi Hanti nyelvjárásban, hogy... Jam-jam-sek-jam! Menjünk el Andalúziába, jó? És Alex Torres, a híres dél-amerikai gitáros fog segíteni nekünk, és Balogh Buszki a csodálatos énekesünk, hogy muy muy buena amiga, buena amiga, de vamos! Azt kell neki kiabálni, hogy viva! Viva! Lehet flamenkozni, hányok asszonyok, csípőt forgatni. Mára mi szépézzére, a manol nem is szépézzá. Mára mi szépézzére, a manol nem is szépézzá. És tenérte cosa vena, llamamos de compañera. Yum 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 yum
Művelődési Ház július 28-ai kalandos keddi programján egy igazi különlegességgel, a bakonyoszlopi Bauxit bánya látogatásával kedveskedik a barangolni vágyóknak. A bánya látogatásra július 27-ig lehet jelentkezni a program@zirckultura.hu e-mail címen, illetve a Városi Könyvtár elérhetőségén a 0688 593 810-es telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bánya látogatásra a 12 éven felüliek jelentkezését várjuk. A részvétel belépő és utazási költség köteles, melyet mindenkinek egyénileg kell fizetnie. Kérjük, enni-innivalóról és megfelelő ruházatról is gondoskodjanak. A kirándulni vágyókat szeretettel várjuk július 28-án reggel 8:30-kor a Békefi Antal Városi Könyvtárban. Szintén a Művelődési Ház szervezésében augusztus 3-a és 7-e között zagyvatábor általános iskolásoknak, melynek keretében megismerkedhetnek az agyagozás, a bőrözés, az íjászat rejtelmeivel, mintemellett élményt kínál a lovaskocsikázás, valamint a sok-sok játék és kirándulás. A tábor helyszíne az Alkotmány utca 14-es szám alatti Művelődési Ház, részvételi díj 12.000 forint per fő egyszeri melegítkezéssel. Jelentkezési határidő július 27-e. További információ a 0630 174 02 74-es és a 88 593 810-es telefonszámokon kérhető. Kedves nézőink, műsorunk további részében Ottó Péterrel, Zircváros polgármesterével beszélgetünk, aki a június 22-i és a július 9-i testületülésekkel kapcsolatban ad részletes tájékoztatást. Tisztelettel köszöntöm Ottó Péter polgármester urat, aki a június 22-i, illetve a július 9-i testületüléshez kapcsolódó legfontosabb döntéseket ismerteti nézőinkkel. Június 22-én a veszélyhelyzet elhárulása után került sor először a képviselőtestület nyilvános összeülésére, melyen zárt ülés keretében elsőként egy napirendi pontot tárgyaltak,
amely az Ircváros díszpolgára és Próurbe emlékérem odaítéléséről szólt. Ezek minden évben augusztus 20-án kerülnek átadásra. Milyen döntés született e két érdemmel kapcsolatban? Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban képviselőtestületünk hosszú időt követően első alkalommal ülésezett itt június 22-én. Az átülési napirendnek a konkrét döntéséről hadd ne adjak most számot tekintettel arra, hogy el is hangzott, augusztus 20-án kerül majd átadásra a Próurbe és a díszpolgári kitüntetés. Annyit hadd mondjak el, hogy beérkezett javaslatok figyelembevételével képviselőtestület ebben az évben két díszpolgári cím és két Próurbe kitüntetés adományozásáról hozott döntést. A továbbiakban jóváhagyták az Írci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését, illetve a képviselőtestület 2020 második fél évére vonatkozó munkatervét is, majd ezt követően egy zirci ingatlan telek alakításáról beszéltek, mely ingatlanról van szó, és mi a cél, a terv a jövőre nézve ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag az előterjesztés keretében az önkormányzat által topos projekt keretében megvalósítandó ipari területnek a kialakításához kapcsolódóan volt szó erről a döntésről. Ez egy 4,5 hektáros terület, amely középen egy közlekedési területnek a kijelölésével és ahhoz kapcsolódó változás tulajdonos önkormányzat által jóváhagyásáról volt szó. A folyamatban lévő tervezési munkák során fontos az, hogy az út ez kijelölt terület legyen, hiszen ennek mentén kerülnek majd elhelyezésre és megtervezésre azok a közművek, amelyek kiszolgálják a ipari területen remélhetőleg betelepülő vállalkozásokat. A továbbiakban Zircvárosi Önkormányzat esetében sor került egy megbízási szerződés megszüntetésére. Az önkormányzat mellette megbízásban kit érintett még az érdekeltség, és elfogadta a megbízás lezárását a testület? Igen, az egyes számú fogorvosi körzet, orvosa dr. Kővári György doktor úr fordult hozzánk kérelmével, mely szerint ez év szeptember 30-ával szeretné megszüntetni közös megegyezésre az önkormányzattal 2005-ben megkötött feladatellátási szerződést, amelynek keretében vállalkozási formában látja el a körzettel kapcsolatos feladatokat. Doktor úr egyébként 1979 óta dolgozik fogorvosként a városunkban, 2010 óta már nyugdíjasként látja el a feladatot. Úgy gondolta, hogy eljött az ideje annak, hogy kezdeményezze gyakorlatilag a jogviszonynak a megszüntetését, ami természetesen a képviselő a testület elfogadott és jó elhagyott. A Komplex Turisztikai Fejlesztés Zircen elnevezésű TOP projekt keretében a Városközponti Parkoló kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó ajánlatokat értékelte a testület. E tekintetben milyen végleges döntés született? A Kolasz út építő ZRT adta a legkedvezőbb ajánlatot a közbeszerzési eljárás során. Ennek keretében nettó 64 millió forint plusz áfás áron tudunk velük szerződni, és remélhetőleg itt a közeljövőben elindul az Árgáz mögötti parkolónak a fejlesztése, amely reményeink szerint a késő őszi időszakra be is fejeződik. Várhatóan egyébként itt a kivitelezés időszak az Alkotmány utcához hasonlóan közlekedés szempontjából nem fog ideális feltételeket biztosítani, úgyhogy már most kérem mindenkinek a kellő türelmét, és itt a szeptemberi iskolaindulás időszakára is kérem az autóval közlekedőket, hogy készüljenek fel rá, hogy bizonyára korlátozott parkolási lehetőségek lesznek itt a kivitelezés időszaka alatt az iskola közvetlen környezetében, úgyhogy valószínűleg messzebb kell hagyni a gépjárműveket és gyalogosan megközelíteni az intézményt. Kiválasztotta a képviselőtestület az Ircakli település rész szennyvíz elvezetés és kezelés kiépítéséhez szükséges műszaki ellenőrt. Hogyan döntöttek-e megbízást illetően? A beérkezett ajánlatok figyelembevételével a konstruktív mérnökiroda Kft. Kapja a megbízást 950 000 forint plusz áfás megbízási díjért.
reményeink szerint itt a közeljövőben el tudjuk indítani majd a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárást is, és ténylegesen az a projektünk is a kivitelező szakaszába tud lépni. Érkezett egy kérelem is a képviselőtestülethez. Ki volt a kérelmező, vagy kik voltak a kérelmezők, és milyen kérelemmel fordultak önökhöz? Az Öreg Bakony Barátjai Érte Egyesület fordult kérelemmel a képviselőtestületünkhöz, melynek keretében az előző évben elsősorban alpolgármesteri képviselői, illetőleg külsős bizottsági tagi tiszteletdíjakból lemondásából származó támogatás fel nem használt részére vonatkozóan kérték az, hogy a felhasználási határidő az kerüljön meghosszabbításra ez év végéig. Ez 713 ezer forintos támogatásról van szó, amit a képviselőtestület jóvá hagyott, hogy az egyesület ebben az évben felhasználhasson. Utolsóként egy ingatlant érintő vételi ajánlatról született döntés. Ennek hátteréről mit kell tudni, és elfogadta a képviselőtestület ezt az ajánlatot? Igen, Kardosrét Győr felőli oldalán van egy buszforduló, ennek a buszfordulónak a területe az nagy részt egyébként évtizedek óta magántulajdonban lévő ingatlant érint. Itt ugye folyamatban, jelen pillanatban a településrendezési terveknek a felülvizsgálata és módosítása, ennek a buszfordulónak a területét is szeretnénk közlekedési területi besorolásba vonni. Ehhez kapcsolódóan fordultunk a tulajdonos irányába vételi szándékkal, 260 négyzetméter körüli területnagyságot érint, melynek kapcsán várjuk a válaszát, hogy értékesíti az önkormányzat számára ezt a területrészt, vagy sem, hogyha nem, akkor valószínűleg más útra terelve igyekszünk majd eleget tenni annak a jogos elvárásnak, mely szerint lehetőség szerint önkormányzati területen tudjanak majd a buszok a jövőben megfordulni. Mindezt foglalta magában a június 22-i ülés, és térjünk át a július 9-i rendkívüli testületi ülésre, ahol elsőként módosították az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Mi indokolta ezt, és milyen változások lépnek életbe? Igen, itt azt lehet mondani, hogy egymással összefüggő döntéseket hozott a képviselőtestület, hiszen a következő napirendek keretében is még költségvetéssel foglalkoztunk, míg az első napirend az a 2019 évi költségvetés módosításáról szólt, a következő napirend a 2019 évi költségvetési beszámolóknak az elfogadásáról szólt, majd módosítottuk a 2020 évi költségvetésünket, azt megelőzően a hivatalnak a költségvetését. Mindenre azért van, vagy azért volt szükség, mert korábban nem tudtunk el sort keríteni itt a veszélyhelyzet időszaka alatt, és mindenféleképpen olyan témákról van szó, amit úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha a képviselőtestület meg tud vitatni, és a képviselőtestület tud döntést hozni a polgármester egy személyben. A 2019 évi költségvetés teljesítésével kapcsolatban elmondható az, hogy összességében több mint 2,7 milliárd forintos bevétellel zártuk az évet, ezzel szemben 2,3 milliárd forintos kiadását. Itt ugye jelentős különbséget lehet tapasztalni a bevétel és a kiadási oldal között. Ennek az az oka, hogy korábbi években elnyert elsősorban Európai Uniós pályázati forrásoknak a előző évben fel nem használt pénzeszközei, azok ugye átjöttek a következő évre. Ez gyakorlatilag több mint 1,4 milliárd forintos pénzmaradványt jelentett, elsősorban, ahogy említettem, fejlesztésű célú pénzmaradványt, ami ez évi költségvetésünkbe szintén beépítésre került. Zárójelben jegyzem meg, hogy ennek a nagy része egyébként tekintettel a folyamatban lévő kivitelezési munkák hosszú sorára ebben az évben felhasználásra kerül. Módosítottuk a 2020 évi költségvetést is, hasonlóképpen egyébként a 19-es módosítására. Erre elsősorban időközben kiközölt állami támogatások és különböző előirányzat módosítások okán volt szükség. Itt 2020-ban ugye a járványhelyzet azzal kapcsolatos plusz kiadások, illetőleg
a bevételek kiesése okán szintén fontos volt a költségvetésnek a módosítása, hogyha úgy tetszik, akkor elsősorban a működtetés területén még szorosabbra hozzuk a nadrágszíjat. Ezek a módosítások negatív előjellel szinte mindegyik intézményünket beleértve a közös önkormányzati hivatalt is érintette. Több olyan előirányzat, ami év elején még benn volt a költségvetésben, annak a sora az lenullázásra került, annak érdekében, hogy a költségvetésnek az egyensúlyát ezt tartani tudjuk itt a külső körülmények ellenére. Ebben az évben egyébként a költségvetési főösszegünk az magasabb, mint az előző évi teljesítés volt, ez olyan majdnem 3,3 milliárd forintos. Ennek a kétharmada felhalmozási jellegű kiadásokat, tehát fejlesztéseket, beruházásokat tartalmaz, míg az egyharmada körülbelül az a működési költségvetési kiadásunknak a szintje. Változásokat eszközöltek az Érci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésében is. Itt mi indokolta a módosításokat? Itt is elsősorban olyan időközbeni előirányzat változások, amelyek plusz állami finanszírozás igénybevételi lehetőségéből adódott, másrészt pedig, ahogy az enyémet is említettem, itt a járványhelyzet okán mindenhol szorosabbra kellett húzni a nadrágszíjat. Ez a hivatal esetében azt jelentette, hogy a költségvetési főösszegünk az év elején elfogadotthoz képest több mint 12 millió forinttal csökkentésre került. Ez a hivatalt fenntartó önkormányzatoknak a hozzájárulási költségszintjét is csökkenti egyébként. Lehetőség kiadási oldalon pedig elsősorban személyi jellegű juttatások elirányzat során volt adott, meg volt erre lehetőség, hiszen a költségvetés az a hivatalnak az engedélyezett létszám keretére került úgymond megtervezésre. Vannak jelen pillanatban is betöltetlen álláshelyek. Itt a járványhelyzet során egyébként arra törekedtünk, hogy ha egy-egy munkakör esetlegesen ürül, munkatárs esetlegesen máshova távozik, akkor ne kerüljön feltöltésre. Ezt annak ellenére mondom, hogy több olyan feladatkör van, aminek a betöltéshez fontos lenne, de gyakorlatilag ezeken a sorokon tudtunk olyan megtakarításokat elérni, amelyeket aztán érvényesíteni tudtunk itt a költségvetés módosítása során. Jóvá hagyta a testület a Zirci rendőrös 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, majd ezt követően Zircvárosi önkormányzat részéről egy megbízásról tárgyaltak, amely egy felújítási munkával kapcsolatos. Mire vonatkozik ez pontosan? Igen, nyertes pályázattal rendelkezünk, és a projektnek a megvalósítása az már egyébként gőzerővel halad a általános iskola F épületének konyhájára. Itt a projekt az három részből áll, egyrészt belső átalakítási, felújítási, építőipari munkákról, másrészt a épület ezen részére is napelemek kerülnek elhelyezésre, amely a konyhának a energia ellátását hivatott szolgálni, és ezáltal szeretnénk jelentős mértékben csökkenteni majd a villanyszámlánkat. Harmadrészt pedig komoly eszközbeszerzések tartoznak a projekthez, ami már szintén megtörtént. Ezek a új berendezések itt a szeptemberi tanévtől majd rendelkezésre állnak. Remélhetőleg addig a jelen előterjesztés keretében történő megbízás is teljesül. Ez gyakorlatilag a saját gazdasági társaságunknak a megbízása a belső felújítási munkáknak a elvégzésére, aminek összességében bruttó 7,6 millió forintos költsége van, a teljes projekt mérete az pedig 21 millió forintot meghaladó nagyságrendű. Véleményezte a testület a Zirc ivóvízellátó vízi közműrendszer 2020-2034 időszakra szóló gördülőfejlesztési terv módosítását. E tekintetben milyen eredmény született? Igen, a gördülőfejlesztési tervnek a évről évre a felülvizsgálata és a módosítása az visszatérő napirend, már egyébként erre az időszakra vonatkozóan elfogadtuk a gördülőfejlesztési tervet, ugyanakkor a Bakony-Karszt szolgáltatóként élt 4-5 olyan módosítási javaslattal,
amelyek a Zirci vízi közmű rendszerhez tartozó településeken érint egy-egy fejlesztést, így Jást, Csetény, Porva, Olaszfalu településeken. Vannak olyan beruházások, amelyeket előrébb tudnak hozni, van, amit pedig hátrébb kell sorolni, és ezzel kapcsolatos módosításokat tartalmaz a gördülőfejlesztési tervnek a csatolt előterjesztése. Egy top projekt keretében kivitelezőt választott a testület, mely kivitelezővel kötnek szerződést és milyen épület vonatkozásában. Ez a önkormányzatunknak a közlekedésfejlesztési pályázata, ahhoz kapcsolódó a projekt részét képezi a újnak nevezett buszpályaudvarnak a fejlesztése. Itt egy épület kerül elhelyezésre, amelyre lefolytattuk a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárást. Itt a legkedvezőbb ajánlatot a Mintek Kft-től kaptuk, netto 46 millió forintos díjért fogják elvégezni a kivitelezési munkákat. Várhatóan ez is év végéig befejeződő feladat lesz. Egy pályázat benyújtásáról tárgyaltak a továbbiakban. Mire kívánnak pályázni, és ez hogyan érinti a költségvetést? A belügyminisztérium írta ki évről évre szokásos módon és formában a önkormányzati feladatellátás fejlesztését szolgáló pályázatát. Itt több pályázati területet jelöltek meg. Mi a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is az utaknak a fejlesztését tűztük ki célul. Ugye pár évvel ezelőtt elindult a kukoricaföldi területek morvás, martaszfaltos útjainak a szilárd burkolattal történő ellátása. Hogyha a pályázatunk támogatást nyer, akkor ezt szeretnénk folytatni, és úgy gondolom, hogy legalább az első komolyabb ütemét befejezni. Ebbe a pályázatba a Liszt-Ferenc, a Berek, a Boksa és az Ötvös Károly utcának a fejlesztése szerepelne. Összességében legfeljebb 20 millió forintra lehet pályázni, és 25%-os önerőt szükséges biztosítani az önkormányzatnak hozzá. Jóvá hagyták két pályázat esetében az eszközbeszerzésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindító felhívását és kiegészítő dokumentációját. Melyik ez a két pályázat pontosan, amelyekről döntöttek? Igen, mind a két pályázatunk a Regulantal Múzeumot érinti. Az egyik pályázat egy hazai pályázat, a Kubinyi Ágoston program keretében elnyert támogatásból szeretnénk megvalósítani a múzeum folyamatban lévő fejlesztéséhez kapcsolódó informatikai eszközöknek a beszerzését. A másik pályázat szintén a múzeumhoz is kapcsolódó turisztikai pályázatunk, ez a topos pályázatunk, amelynek a mobiliák beszerzésére vonatkozik a jelen közbeszerzési eljárása. Itt mobiliák alatt minden olyan bútort és berendezési tárgyat és szemléltető eszközt, terepasztalt értünk, ami gyakorlatilag a Reguliversum címen emlegetett új kiállítási térnek a berendezéséhez szükséges. Döntés született az augusztusban esedékes Bakonyi Vágtáról, a Nemzeti Vágta regionális elődöntőjéről is. Minden évben támogatja az önkormányzat a rendezvényt, idén ez hogyan alakul? Igen, a rendezvény főszervezői fordultak önkormányzatunkhoz támogatási kérelmükkel kapcsolatban. Amióta a Bakonyi Vágta rendezvénye megrendezésre kerül, azóta minden évben a szervezésben, rendezésben, részben a lebonyolításban történő közreműködésen túl másfél millió forintos pénzeszközzel is támogatta a rendezvény megvalósítását az önkormányzatunk. Ebben az évben hasonlóan egyébként más önként vállalt feladatokhoz ezen a területen sem tudunk pénzbeli támogatást nyújtani. Úgyhogy a támogatásunk ebben az évben elvi és gyakorlati a rendezvény lebonyolításában, megszervezésében és a programok előkészítésében. Erre tud most korlátozódni sajnos. Végezetül
2 beszámolót hallgatott meg a testület, Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, valamint a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2019. évi üzemeltetéséről. Elfogadta ezeket a testület? Illetőleg kiegészítésként hadd mondjam, mert volt még egy tájékoztató szintén a gazdasági társaságunkhoz kapcsolódó, ez a temetők üzemeltetésével kapcsolatos szokásos évi beszámolója. Ugye non-profit gazdasági társaságról van szó, amelynek 100%-os tulajdonosa az önkormányzat. Ezen előterjesztéseknek a célja az, hogy gyakorlatilag a tulajdonos önkormányzat irányába beszámolja a gazdasági társaság az előző évi tevékenységéről, illetve annak egyes részterületeiről külön előterjesztések formájában. A gazdasági társaságunk az előző évben is úgy gondolom, hogy eredményes munkát végzett, mind a közfeladatainak a ellátása kapcsán igyekezett kiszolgálni a városban felmerülő igényeket, és a közhasznúsági szerződésében megfogalmazott feladatok maximális és legjobb tudása szerinti ellátására törekedett. Mindehhez a önkormányzatunk az elmúlt évben 81 millió forintos támogatást biztosított. A gazdasági társaság ezen felül 31 millió forintos árbevételre tudott szert tenni. Ennek egy része egyébként az alaptevékenységéhez, hogyha úgy tetszik, akkor a közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó feladatokból adódik, másrészt pedig a vállalkozási tevékenységének a árbevételéből. Összességében azt lehet látni, hogy olyan 25-75%-os ilyen szempontból a finanszírozási aránynak a megoszlása a saját teljesítés, illetve az önkormányzati finanszírozás között. A gazdasági társaságunk összességében minimális pozitív eredménnyel 281 ezer forintos adódott eredménnyel zárta az elmúlt évet. Én úgy gondolom, hogy egy non-profit gazdasági társaságnál ez igazából, amit el lehet várni. Ez két tételből tevődik össze egyébként. A vállalkozási tevékenységből származó eredménye az 500 ezer forintot meghaladó mértékben volt pozitív, a közhasznú tevékenységének az ellátása az kicsi mínuszos volt, és a kettőből jött ki ez a pár százezer forintos plusz. A helyi járati közlekedéshez ezen belül 8 millió forintot biztosított a önkormányzat. Itt a terveknek megfelelően az éves futás teljesítmény az 30 ezer kilométert megközelítő nagyságrendű volt. 15 millió forintot valamivel meghaladó volt a ráfordítás igénye a helyjárati közlekedésnek, úgyhogy itt a önkormányzati támogatáson felül az állami finanszírozás, illetve a jegy- és bérletértékesítésből származó bevételek voltak, amelyek ennek a egyenlegét ilyen formában biztosítani tudták. A temetőüzemeltetésnek a költség az annyira 6 millió forintot meghaladó volt, ehhez közel 50%-os üzemeltetési támogatást biztosított az önkormányzat, a többi bevétele a társaságnak pedig a sírhely megváltásokból, illetőleg a temetőt használó szolgáltatók díjbefizetéseiből származott elsősorban. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a részletes tájékoztatását, és további jó munkát kívánok. És köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, magazinműsorunkban a Nagy Esztergáron felavatott mini bölcsöde átadásán készített felvételünket tekinthetik meg. Nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, hogy átéljük ezt az ünnepi pillanatot. A mai nap több okból is méltó alkalom az összejövetelünkre. Elsősorban idén 750 éves a településünk, másod, de nem utolsó sorban sikeresen befejeződött mini bölcsöde projektünk, aminek az ünnepélyes átadására a mai napot jelöltük ki. Most pedig felkérem polgármester asszonyunkat, hogy ő is mondja el köszöntő beszédét. Tisztelettel és sok-sok szeretettel üdvözlök minden vendéget ezen a kellemesen meleg nyári napon, amikor összegyűltünk, hogy ezt a sok-sok szép dolgot átadjuk itt Nagy Esztergáron. A meghívóból is látható volt, hogy több eseményt is próbálunk egyszerre megünnepelni, ennek az okát mindnyájan ismeritek, de szeretnénk, hogy most így együtt
közösen is megélhessük ezeket a szép pillanatokat, amikor ezek a beruházások megvalósultak, és ugyanolyan felemelő legyen ez, mint amikor 2020-as év elején a képviselőtestületünkkel ezt megálmodtuk. Az első apropója ennek az ünnepnek, azt már én is itt elárulta, hogy 750 éves lett 2020-ban a falunk. Ez egy nagyon fontos mérföldkő egy kis település életében, és egy egész éven át nyúló rendezvény sorozattal szerettük volna megünnepelni, hiszen ez egy fontos állomása egy falu életének. Ezt egy kicsit most áthúzták, de nagyon-nagyon örülünk, hogy itt lehetünk most együtt, és azért ezt megünnepelhetjük. Szerencsénkre az esztergári birtokos Ányos család levéltára fennmaradt, és ennek alapján, valamint a tárgyi és írásos források által is megerősített, hogy már 1270-ben biztosan létezett a mi kis falunk. A korai éveiben is sok-sok nehézségen esett át, több földesura volt birtokosa, volt, aki fellendítette a birtokot, de olyanok is voltak, akik majdhogy nem tönkretették. A közeli 20. század sem volt viharoktól mentes a településen, főleg a II. Világháború környékén. Falunkból is 215 személyt telepítettek ki, és utánuk megjelentek a betelepített lakosok is, melyen hosszú időre nem volt békesség a mi kis falunkban. Nem szeretnék történelem órát tartani, hiszen nagyon meleg van, de nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a múltunkat, gyökereinket megismerjük, erősítsük, és ezáltal erősítsük a lakosságunkban az identitást is. Nagy Esztergár egy élhető, családbarát településképpen rendelkező faluvá válik ezáltal, mely majd ide vonza az embereket, és így a lakosság szám egy emelkedő tendenciát mutathat. Itt köszönöm meg a megjelent volt polgármestereinknek, Csaba Mihálynak és Szelthofferné Németh Ilonának, hogy a falunk életében előremutató munkával olyan feladatokat állítottak elénk, amelyeket továbbvéve most öregbíthetjük falunk hírnevét. A 750 éves ünnep mellett nagyon fontos esemény még a Milli Bölcsebe átadása. Ez a projekt Szelthofferné Németh Ilona idejébe indult, és a Fészek Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsödéjének Kialakítása című projekt keretében valósulhatott meg. Ez a projekt, ez egy topos terület, tehát a területi operatív program keretében megvalósuló projekt volt, és elősegíti azt, hogy a Nagy Esztergáron élő családok, főleg az anyák korábban visszamehessenek dolgozni, a foglalkoztatás, az életminőség javul ezáltal, és családbaráttá válik kis településük. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott visszanemtérítendő támogatás összege 46.483.801 forint volt. A támogatás intenzitása pedig 100%-os. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg a Széchenyi Plusz-20 program keretében. A 7 férőhelyes mini bölcsőde kialakítása befejeződött, de erről majd egy kicsit bővebben Jelencsik Istvánné intézményvezető fog beszélni. Itt szeretnék köszönetet mondani Geodok Kft.-nek, valahol az előbb még megvoltak, akik nagy nehézségek árán is, de meg tudták valósítani nekünk ezt a projektet, és helytáltak abba a járványügyi nehéz helyzetbe is, ahol sok helyen leálltak a beruházások. Van még egy befejezett projektünk, ez a Magyar Falu Program keretében 2019-ben elnyert pályázat volt. Itt a megfelelő orvosi eszköz állomány beszerzése történt az orvosi rendelőmben, és majd amikor megyünk át a hivatalba, meg fogjuk tekinteni ezeket az eszközöket. Ennek támogatási összege 1.610.870 forint volt, és 38 darab új eszközt, EKG-t, vérnyomásmérőt, de íróasztalt és új hűtőt is sikerült belőle tenni. Ezzel a beruházással a lakosságunk egészségügyi ellátásának fejlesztése történt meg,
ehhez saját erőből az önkormányzat a festést vállalta. A rendelőbe is egy nagyon színes kis rendelőnk lett, nem az a hófehér, amit eddig megszokhattunk az egészségügyben. Nagyon fontos esemény volt számunkra május 16-a. Erre is már nagyon korán elkezdtünk készülni, és hát itt még azért az egészségügyi helyzet nem olyan volt, hogy bátran kiállhattunk volna a szobor avatásra, de így is többen lettünk, mint amennyire számítottunk. Nepomuki Szent János szobor avatása az egyházközség által került felállításra, vagyis a szobor. Ez egy önkormányzati területen van, és ez is mutatja, hogy milyen szoros együttműködésben dolgozunk most ebbe az időszakban. Községünk védőszentje, szentjének szoboravatásán még szigorú egészségügyi előírásoknak megfelelően kellett megtartanunk ezt a rendezvényt. Ehhez a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága 500 ezer forint értékű támogatást nyújtott számunkra. Itt megköszönném Lémann Jánosnak, az egyházközségnek, valamint nagyon sok esztergári vállalkozóknak, akik támogatólag álltak ehhez a szoboravatáshoz, és egy ilyen szép emléket helyezhettünk el az önkormányzat előtt. Falunk számára nagyon nagy beruházás a parkoló építése. Ez egy saját erős beruházásunk jelenleg, mert pályázati forrást erre nem tudtunk eddig elnyerni. Az első ütemben 7 parkoló el is készült, ennek költsége 7,1 millió forint volt, és itt láthattátok is az óvoda bölcsöde mellett, hogy ezek már elkészültek, és már elindult a második ütem is. A második ütem pedig inkább az iskola felüli oldalon van, itt is 7 párhuzamos várakozó hely fog kialakításra kerülni, melyet köszönünk szépen a Hanigép Kft-nek, hogy már el is indított és a megvalósítását megkezdte. Tudom, hogy ebben a melegben sok beruházás egy kicsit ijesztően hathat, hiszen még végig is szeretnénk majd sétálni őket, ezért kicsit rövidebbre fogom mondandómat, amit viszont mindenképp fontosnak tartok elmondani, és minden fórumon, és lehet, hogy már van, aki nagyon unja is, az az, hogy a faluban élőknél milyen erős az összefogás és az egymásra figyelés. Nagy öröm számunkra, hogyha kis falunk gyarapodhat akár egy-egy virággal, óvodai játékkal, ami a hátunk mögött van, egy szép szoborral, parkolóval, melyek felavatása történik a mai napon. Az összefogás egy-egy közösség erejének egyik legfontosabb ismerve, hiszen enélkül nem beszélhetünk igazi közösségről. Ennek erősítését tűzte zászlajára képviselőtestületünk is, akinek minden tagja itt van valahol a vendégek között, és ezt el is indítottuk már olyannal is, hogy a képviselők társadalmi munkát vállalnak, és szépítik továbbra a falunkat. Végezetül egy már tőlem többször idézett szöveget mondanák az összefogás erejéről, ez Henry Fordtól származó sorok. Ha összejövünk, az a kezdet. Ha összetartunk, az a haladás, összefogunk, ez a sikert. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszönöm szépen a meghívást az Önök nagyszerű ünnepére, ami ugye több elemet is magába foglal. Én Nagy Esztergáron általában csak átutazóba voltam, rokoni kötelékeim, de a szomszéd faluba vonzódtak annó. És először, amikor hosszabban itt tartózkodtam, az egy esküvő volt, nem az enyém, hanem rokoni esküvő volt, itt a kanyarban volt az esküvő. És hát most eljutottunk oda, hogy mint a térség képviselőjét meghívtak erre a nagyszerű napra, amely valóban egy kicsit forróra sikeredett. A Nagy Esztergárnak először is gratulálnék a 750-es évfordulóhoz, hiszen azt kell mondjam, hogy kevés olyan település büszkélkedhet azzal, hogy írásos emlék mutatja azt, hogy már 750 esztendővel ezelőtt is létezett ez a település, és hát valóban az évszázadok során sok-sok nehézséggel kellett megküzdeni,
különösen akkor, amikor a 20. század két nagy háborúja, majd az azt követő időszakok, mondhatni azt, hogy különböző okokból megtizedelték a falut, hiszen volt a Wildefertreibung, a vad elüzetés, amikor a német nemzetiséget elűzték innen Magyarországról, akkor jött a betelepítés, ahogy a polgármester asszony az imént említette, és ez ugye sok feszültségre adott okot, hiszen van, akit a saját házából költöztettek ki, hogy a betelepítettnek legyen helye, még akkor is, hogy a felvidéki magyar volt, de voltak itt a környéken olyan települések, ahonnan mezőkövesdről telepítettek be, és nem tetszett nekik a zsúfedeles ház, azért a cserépfedésű házba kellett, hogy átengedjék a saját otthonukat az itt élők. Nyilván a háborúkról nem érdemes egy ilyen ünnepen hosszantartóan beszélni, hiszen annak a szörnyűségeit az önök nagyszülei és szülei vélhetően átélték, akár a fronton, akár a különböző atrocitásokat illetően. De ugye ma ünnepre gyűltünk össze, és én kértem a polgármester asszonytól egy felkészítő anyagot, ezt ő most mind elmondta. Tehát én azt tudnám most mondani, hogy gratulálok, és menjünk valami még árnyékosabb helyre. De hát ha már elhívtak, akkor szeretnék néhány dolgot hozzáfűzni. Valóban a kormányzat, ahogy részben elhangzott, munkaalapú és családbarát kormányzást tűzött ki célul. Ebben azt lehet tudni, hogy a foglalkoztatás, a munka az elsődleges, de ahhoz, hogy valaki dolgozni tudjon, annak a feltételeit meg kell teremteni. Ehhez indulnak el az óvodafejlesztések, illetve a bölcsődefejlesztések. Gyakorlatilag 2010 óta majdnem megkétszeröződött a bölcsődei férőhelyek száma, jelenleg olyan 51 ezer bölcsődei férőhely van. Ezen kívül ez egy új, majdnem azt mondtam, hogy találmány, egy új lehetőség, a mini bölcsőde. Ahol erre igény van, ott az állam biztosítja ennek a fejlesztését. Általában ezt óvodákhoz egybe kapcsolva történik maga a beruházás, és ahol igény van, ott 8 főig egy úgynevezett mini bölcsődét létre lehet hozni. Ez pedig a családbarát oldalról azt jelenti, hogy ha az édesanyák a munkaalapú társadalomnak részesei szeretnének lenni, akkor biztos, szép helyen, jó környezetben, jó kezek között hagyhatják itt a kisgyerekeket. Hiszen mindannyiunk számára mi a legfontosabb, a saját gyerekeink, unokáink, hogy jó helyen tudjuk őket, közösségben legyenek, felkészítsék őket az életre, ami egyelőre nekik majd az iskolát jelenti az elkövetkezendő ősszel, akik ugye kimennek az óvodából. Azt is lehet tudni, hogy ma már a nők foglalkoztatási rátája, akiknek három év alatti gyermekük van, az 12%-ról már majdnem megközelíti a 20%-ot. Tehát ezek a kormányzati intézkedések, a bölcsődei fejlesztések, ezek mind-mind ezt segítették elő. És ahol nyilván két kereső van, ott a család is könnyebben boldogul. Tudnék még jó néhány adatot mondani, hogy mennyi a támogatás. 19 és 20-ban 120 milliárdot forint fordítunk bölcsődei fejlesztésre. 758 településen van ma már Magyarországon a 3200 önkormányzatból, tehát minden ötödikben található bölcsőde, és legutóbb 4800 férőhelyel bővítettük. Ebbe tartozik az önök áldozatos munkája is, ami ez így, én csak részben láttam, ahogy bejöttem, gratulálok, hiszen ez az egységes blokk a óvodával és a kisgyerekekkel, a bölcsődésekkel együtt, a vizes blokk megújult, ráadásul, mint elhangzott, 1 millió forintért 7-szer 1 millió forintért parkolót építettek, ami ugye a közlekedést, ez egy forgalmas út elősegíti, hogy minden egyben van ahhoz, hogy a falu jövője is biztosítva legyen, mert ha a mi gyerekeink jövőjét biztosítjuk, akkor lesz mindig utánpótlás, aki az idősekről gondoskodik, gondoskodik majd a szülőkről, ha egyszer elérik azt a kort. Ehhez pedig az kell, hogy helyben tudjuk tartani a gyerekeket, ne utaztassuk hajnali órákban, városi közel lévő Zirce bölcsödébe vagy óvodába. És nyilván ez kell bátorság a mai világban, ami a képviselő testületben, mind az előzőben, mind a mostaniban megvolt, hogy mertek pályázni a településfejlesztés és területfejlesztés operatív programba, ahol, mint elhangzott, 46,5 millió forint értékű munka
lehetőséget nyújtottak egy vállalkozásnak, ezáltal pedig gazdagodott a falu. És mint elhangzott, még nyertek a Magyar Falu programba is, ami szintén gratulálok, ami az egészségügyi ellátást jobbá teszi itt ezen a településen. Úgyhogy én biztatom önöket az elkövetkezendő időszakban is, hogy bátran pályázzanak, mert aki nem pályázik, az nem nyer, aki pályázik, az meg nem mindig nyer, de ha mégis nyer, akkor az előbbre viszi a települést. És hát a közösség formáló erő, amiről a polgármester asszony beszélt, az a legnagyobb kincse egy-egy településnek, hogyha a helyiek összefognak. És mint ahogy hallottuk, itt több ügyben összefogtak, amihez én gratulálok, ezt a jó szokásukat tartsák meg, legyenek jó közösség, és fejleszék ezt a falut, legyen örömük, sok-sok örömük ezen a településen, szívesen jöjjenek haza, ne csak haza jöjjenek, hanem otthonra is találjanak ebben a faluban. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Köszönöm, hogy ezen a meleg napon jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Intézményünk jelentős állomáshoz érkezett, mini bölcsőde kialakítására került sor, ahol 7 pici gyermek boldog napjait tölthetik, amíg szüleik feladataiknak tesznek eleget. 1982-ben, mikor felnőttként és kisgyerekként érkeztünk az akkori lakásokból átalakított új óvodába, nem gondoltuk, hogy közel 40 év múlva már munkatársként szintén egy település életét meghatározó fejlesztésben, fejlődésben tehetünk részt. A mini bölcsődék létesítésének lehetőségét a kormány annak érdekében teremtette meg, hogy a kisebb településeken szolgáltatás biztosításával a családoknak élhetőbb környezetet teremtsen, helyben tartsa a fiatalokat, és ne kelljen dönteniük a gyermeknevelés és a munkavállalás között, hiszen egyszerre megoldható így a kettő. A jelen pályázat adta lehetőség a támogatás nem csak a bölcsőde helyiségek kialakítását, korszerű felszereléseinek beszerzését tette lehetővé, hanem a konyha és az óvodai csoportszobák felújítását, az óvoda bölcsőde udvar mozgásfejlesztő, mozgáskoordinációt javító játékeszközeinek bővítését is. A munka még ma sem állt meg, hamarosan elkészül az udvari játéktárolónk, a bölcsődei játszóudvar esztétikus elválasztása, kialakítása is. Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik lehetővé tették a több célú óvoda-bölcsőde intézmény kialakítását, azoknak, akik ezzel a kapcsolatos munkákat elvégezték, továbbá az intézmény dolgozóinak, akik a munka befejezése után a teljes épületet kitakarították. Külön köszönetet szeretnék mondani polgármester asszonynak, aki folyamatosan szívén viseli a most már több célú intézményünk sorsát, rendszeresen keresve a fejlesztéshez, fejlődéshez vezető további lehetőségeket. Intézményünk a fészek német nemzetiségi óvoda és mini bölcsőde kapuja nyitva áll, szeretettel, esztétikus környezetben, családias légkörrel várjuk településünk kicsi lakói és a felnőtteket egyaránt. Áld meg, Urunk, ezt a hajlékot! Legyen benne egészség, az erények győzelme, jóság szerénység, törvénytisztelet és a szív tisztasága, hálaadás az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ez az áldás maradjon a házon és minden lakóján, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Én szinte minden nap átutazom a falun, és álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen öreg, ilyen idős ez a település. Meséljen erről egy pár szót. Igen, mi is meglepődtünk, amikor ezt felfedeztük, mert eddig nem foglalkoztunk soha a településnek az életkorával tulajdonképpen. És amikor lapozgattuk a történelmét, akkor találtuk meg, hogy 1200...
1570-ben írásos nyoma van annak, hogy Esztergár, akkor még Utgár így volt elnevezve, létezett. És akkor kezdtünk el utána számolni, hogy akkor hány éves és nagy Esztergár, és akkor derült ki számunkra, hogy van egy csodaszép 750 éves évfordulónk nekünk az idén. Nem akarok munkát adni önöknek, de akkor ez azt jelenti, hogy itt van mit kutatni, van egy érdekes történet is. Igen, igen, ezzel is szeretnénk a későbbiekkel. Jelent meg egy pár könyv Nagy Esztergárról már, de vannak hiányos időszakok, amit be kell még pótoljunk. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ünnepeljük ezt a nagyon, nagyon szép kort, és ugyanakkor pedig itt a fiatalságra, tényleg a jövőre gondoltak elsősorban. Igen, hát csak akkor tudunk fejlődni és haladni, no meg megmaradni szép kis faluvá, hogyha a jövőre gondolunk, és a fiatalokra, akik tovább fogják vinni azt a történemet, amit elindult 750 évvel ezelőtt. Úgyhogy mi ezért is próbálunk mindig a legkisebbekkel foglalkozni, és akkor ebből fejleszteni fel a falunk lélekszámát. Ilyen nagyváros mellett, mint Zirc, hogy tudnak egyáltalán óvodát működtetni és bölcsődni? Eddig nagyon jól, hogy neki a bejelme. Mi német nemzetiségi óvoda vagyunk, tehát azt tudni kell a faluról, hogy sváb származású lakosai nagy arányban vannak. Van német nemzetiségi önkormányzatunk, amely nagyon jól működik, és ez miatt mi egy kicsit pluszot is tudunk adni, nem csak azt, amit az általános és önkormányzati fenntartású óvodák, ezért szeretnek is bennünket, és jönnek hozzánk a családok. És ami még nagy öröm számunkra, hogy Nagy Esztergáron nagyon kelendőek lettek az ingatlanok, nagyon sok fiatal család jön Veszprém, Zircről is jönnek ki a fiatalok hozzánk, úgyhogy, és hozzák a gyerekeiket. Igen, ide a jó levegőre kijönnek a városból. Ahogy már említettem, hogy minden nap elkocsikázom, kénytelen vagyok itt a falun keresztül menni, és nagyon szívmelengető ötlet volt, hogy a parkolót is megcsináltak. Igen, ez már évtizedek óta nagy problémát okozott. Eleve kacskaringós, Nagy Esztergáron átmenő utunk. Ez mellett buszmegállónak nincs... Hát ilyen beállója, nem tudom pontosan ezt hogy hívják, tehát a buszmegálló nem egy öblös sziget, hanem megállnak az úton a buszok. A buszt el kéne kerülni, de közben nem látni, hogy a kisgyerekek, iskolások hol szaladnak át, és ezért mindenképp fontosnak találtuk, hogy itt az óvoda és iskola előtt a falu központjába ez megvalósuljon minél hamarabb. Ez egy olyan ünnep, amikor itt nagyon-nagyon sok minden van együtt, orvosi rendelőről is beszélt. Igen, a Magyar Falu program keretében nyertünk orvosi eszközvásárlásra és bútorzat cserére is támogatást. Ez nekünk nagyon jól jött, maga az épület jó állapotú, hiszen a hivatalba található az orvosi rendelőnk, de egy akkor az eszközparkot, ami már elavult volt, fel tudtuk újítani, és nagyon szép lett az orvosi rendelőnk, és szép színes, mert azt pedig vállaltuk, mint önkormányzat, hogy színessé tesszük. Befejezésül a jövőről hagyj kérdezzem, milyen terveik, céljaik vannak? Hát ez akkor nagyon hosszú befejezés lenne, hiszen most a Magyar Falu programba összes pályázatára pályázunk, tehát megfogadjuk országgyűlési képviselőnk szavait, hogy pályázunk, mi mindenre pályázunk. A mai napon adtunk be pont az óvodatető felújítására egy belügyminisztériumos pályázatot, és hát várjuk a döntéseket, hogy minél gyorsabbak legyenek. Tehát intézményünket továbbra is fejlesszük, szeretnénk utakat, járdákat javítani, és közösséget építeni, ami nekünk nagyon nagy szívügyünk. Adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18, és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra jövő hét pénteken.